Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megnyithatom kapuit ennek a 76 ezer négyzetméteres óriás gyárnak. Ami nem csupán egy épület felavatása, hanem egyben egy új korszak kezdete is, ahol az alumínium italdobozgyártás és a töltés egy épületen belül zajlik. Átadták a Hell Energy új gyáregységét május 24-én, amelynek köszönhetően a cég évente akár 4 milliárd italos dobozt és 6 milliárd darab töltött készterméket tud előállítani. A 80 milliárd forint értékű kapacitásbővítő beruházásnak köszönhetően 240 új munkahely is létrejön a cég Szikszói gyárában. Én azért vagyok nagyon-nagyon büszke, mert ezen a vidéken olyan munkalehetőséget biztosít a cég, amely gyakorlatilag fiatalokat képes megszólítani. Nagyon sokan azért maradnak a szülőföldjükön, vagy azért jönnek ide hozzánk, a mi vidékünkre, mert olyan korszerű, modern, abszolút a 21. század elvárásainak megfelelő, környezettudatos gyárban tudnak dolgozni, amely kiemelkedő kihívás is. Hát azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre a cégre, és számos helyen piacvezető. A gyáregység ünnepélyes avatásán részt vett és beszédet mondott Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter, dr. Kun Zsófia miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője, és Cserekje Barnabás, a Hell Energy Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója, akik közösen vágták át a trikolor szalagot, jelképesen átadva ezzel a gyárat. Borsod-Abaúj Zemplén megyében az elmúlt 10 esztendőben összesen 134 nagy beruházást támogatott a kormány. Ezek 1275 milliárd forintos volument képviselnek, 7700 új munkahely jött létre, és a Covid alatt 37 ezer munkahelyet mentettünk meg ebben a vármegyében. És ennek a vármegyének a teljesítménye is hozzájárult ahhoz a teljesen egyedi teljesítményhez, amely úgy szól, hogy Magyarországon a Covid után több embernek volt munkája, mint a világjárványt megelőző időszakban.